A kezdeteknél Shao Kahn megszállta Edeniát, meggyilkolta a férjemet, Jarodot, és kényszerített, hogy legyek a felesége. A történetem így terjedt el. De ez egy hazugság. Olyan, amit én terjesztettem el, hogy megtartsam az alattvalóim, valamint a lányom Kitana hűségét. Az igazság? Jarod gyenge volt, bukásra ítélt. Az elárulásával egy hozzám illő szeretőhöz és egy igazi nagy hatalomhoz jutottam, egy hódítóhoz, aki a befolyásom alatt képes egyesíteni a világokat. Majd Krónika megbolygatta a történelmet, és egy olyan jövőben találtam magam, ahol már évszázadok óta halott voltam. Az úgynevezett családom cserben hagyott minden tekintetben. Kétána törte össze a szívemet leginkább. Ahelyett, hogy egyesítette volna a birodalmakat, inkább a felszabadításukra törekszik. Mintha a kiesföldi barbárok bármiben többet érnének a csőcseléknél. Gondoskodó anyaként meg kellett büntetnem az én kis hercegnőmet. Utána pedig le kellett számolnom egy bizonyos titánnal is. Végül legyőztem Krónikát. Túlnőttem Shao Kahnon és Kitanán. Nekem többé nincs családom, nincs több riválisom, nincsenek többé istenek. Mindenki felett állok. Végre egyesítettem az összes világot és valóságot. Bárki is vagy, bárhol is vagy, amikor elém kerülsz, fejet hajtasz, mert én vagyok Sindel, az idő császárnője, és te csak azért létezel, hogy engem szolgálj.